Sziasztok! Mint már tudjátok, iszonyatosan régóta én nagyon szeretek enni, azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül, ugye? Ma az édesszájúaknak fogok egy kicsit kedvezni, ugyanis néhány egyszerű, viszonylag gyors és túl finom nasi reggeli ötletet fogok nektek megmutatni. Ha éppen diétáztok, akkor lehet, hogy nem ez a megfelelő videó nektek, viszont a héten mindig van egy olyan nap, amikor az egyik étkezés, mondjuk 10 órait vagy uzsonnát lehet helyettesíteni egy ilyen kis csalással. És kötényre fel, ugyanis biztos, hogy akkor fog rajtatok maradni a megynek a leve, vagy az eper, vagy a cékla, vagy bármi, ami egyébként kiszedhetetlen a fehér felsőtökből, amikor nincs rajtatok a kötény. Hogyha rajtatok van, akkor valószínűleg tök tiszta marad a végéig, jobb, ha rajtatok van. Én egy pár pólómat vesztettem már el így. Ha valaki esetleg tudja a lelőhelyét a szép kötényeknek, akkor nem most tarts a titokban, mert szeretnék valami újat, és akkor nem ezt kell néznetek a videóban, ezt a kb. 2500 éveset. Az első nem más lesz, mint egy alma szendvics, ehhez szükségetek lesz almára, mogyoróvajra, hogyha ez nincsen nektek, és nem sósat szeretnétek, hanem édeset, akkor jó a nutella is, látjátok, mondom, hogy nem lesz diétás ez az egész, illetve zabfehérre lesz még szükség. Felszeletelem az almát, megkenem mogyoróvajjal vagy nutellával, egyébként mással is lehet, tehát dzsemmel, hogyha ti olyannal szeretnétek. Aztán szórok rá a zabfehelyből, két szeletet összeillesztek, és kész is van. Annyira egyszerű, szuper gyors és isteni finom. El is készült az első nasizós tel, hogyha barátokat vagy vendégeket vártok, arra is tökéletes lehet, hogyha mondjuk a nappaliba kirakjátok, mindenki tud belőle így csipegetni, és bármivel meg lehet tölteni. A dzsemmesre kíváncsi leszek. A következő az én egyik személyes kedvencem, mert bármikor, amikor reggel kómás vagyok, és még nem bírok fölkelni, akkor is meg lehet csinálni, mert nagyon-nagyon gyors. Ez egy olyan rántotta lesz, igen, ez egy kávéfőzős cucc, de nem iszunk kávét, úgyhogy tojástartónak használjuk. És banán kell még hozzá. Ennyi, a kettőt összekeveritek, és egy annyira finom, édes omlett jön ki belőle, hogyha valaki egész nap csak csokit enne, mint én, akkor annak tökéletes lesz. A következőt kell tenni, a banánt villával a lehető legjobban összenyomkodjátok, nem baj, hogyha maradnak ilyen kis banándarabok benne, mert akkor azok ugye egy helyen megsülnek, és szuper édesek lesznek, ami nagyon-nagyon finom. A tojás meg ugye hát mindenki szokott rántottát reggelizni, úgyhogy azt meg szeretjük, aki nem szereti, az you know, hát akkor nem eszik ilyet. Így, hogy ezzel meg vagyunk, most már csak meg kell sütni, és készen is áll az evésre. El is készültünk a másodikkal, nyugalom, hogyha nem sikerül összehajtanatok ilyen kis omlett formájában, akkor az teljesen normális, az esetek 99%-ában. Ez nem lesz egy esztétikus reggeli, hogyha valami nagyon szépet vagy fotogént kerestek, akkor ez nem lesz az, viszont az íze az kárpotolni fog mindenért, abban biztos vagyok. Mert szépnek nem szép, na, de nagyon finom. És a tetejére bármit tudtok pakolni, hogy elrejtsétek esetleg ezt a csúnyaságot. Tejszínhab, nutella, tudjátok, a szokásos, nagyon egészségtelen, viszont annál is királyabb dolgok. Az a baj ezzel a videóval, hogy időközben takarítani kell, hogy ne lássátok ezt a káoszt, ami itt körülöttem van. A harmadik recept egy kicsit felturbózott francia pirítós lesz, amihez szükségetek lesz toszkenyére, sima kenyeret is használhatok, de szerintem ebből a legfincsibb. Aztán kell majd még fahéj, illetve mézes sütemény fűszerkeverék, a tök egyértelmű tojásra lesz még szükség, illetve juharszirupra. Én juharszirupot a Tesco-ban és az Auchan-ban is találtam, hogyha valaki esetleg nem lelne rá, illetve még banán. Ja, egyébként lehet sütni serpenyőben is, illetve ilyen kis szendvics sütőben is, én a grillezős rácsot használom, én most ebben fogom kipróbálni, nem sütöttem még ebben ilyen francia pirítós, de most meglátjuk, hogy milyen lesz az eredménye. Mégiscsak serpenyőben sütjük. Te jó égenek, karácsony illata van. Kenyérnek a héját csak a kinézet miatt levágom, egyébként az íze teljesen ugyanolyan. Most egy banára lesz szükség, és ezt ugyanígy villával, nem a tojásossal mondjuk, ugyanígy villával össze fogom nyomkodni, és ezzel fogom megkenni a kenyér közötti részeket, és egyébként a banára is fogok még szórni a mézes sütemény fűszerkeverékből. Nutellát is lehet akár. Tudom, ez a videó kb. Most a nutellával szól, meg a banáról. Nutellás, banános reggeli ötletek, kapitol. Ha a banán is rá lett szeletelve, akkor pedig az egészet leönthetjük a juharszirupal. Van, aki szereti ezt mézzel helyettesíteni, de az íze az
az egyáltalán nem hasonlít, nagyon jó, hogy ilyen füstölt fa íze van az egésznek, és tudom, hogy ez így furán hangzik, de higgyétek el, hogy édes, és egy nagyon különleges ízvilága van. De hát, ha nincs ez, akkor lehet Nutellát is használni. Mondom, Nutellás videó. És már csak egyetlen egy recept van, az pedig nagyon egyszerű lesz, egy turmixot fogunk készíteni, az alapja az nálam mindig a banán, illetve még szoktam hozzátenni spenótot, hogyha olyan van, ilyen bébi spenótot, én a zöld turmixokat nem bírom annyira, úgyhogy azért csak a színe lesz zöld, meg egy kis plusz vitamin kap, illetve erdei gyümölcsök, és valamilyen tej, hogyha azt szeretnétek, akkor igazi tej, vagy pedig növényi tej is lehet. Szerintem a CBL-nek a banán fogyasztását azt lazán én vezetem. Amúgy. Egy banán mehet is bele a turmixba. Itt is érzésre szoktam általában, illetve hogy mennyire vagyok reggel éhes, nekem ez szokott lenni a reggelim. Most kokusztejet használok, nagyon friss íze van és szerintem nagyon-nagyon finom is. Én rendes tejjel nem szoktam turmixot csinálni, egy kicsit elnehezíti szerintem. Általában, hogyha nem ilyen növényi tej, akkor pedig víz. És egy teljesen egyszerű erdei gyümölcsös mix. Ezzel pedig készen van az utolsó reggeli ötlet is, annyira szép színeket lehet bele varázsolni, különösen ezekkel az erdei gyümölcsökkel, de mondom a banánmel és spenótot is berakhatok, ilyen bébi spenótot, és nem lesz külön ilyen, tudjátok, ez a zöld íze, csak nagyon-nagyon fincsi, és tök jó vitaminok vannak benne, ez pedig valami eszméletlen. Mint amikor bementek a fagyizóba, és esztek egy jó málna fagyit. Jöhet ez igencsak dekoratív rántotta. Oké, hogy most már hideg, de nagyon finom. Jöjjenek az almák, bár én olyat szoktam csinálni, viszont arra a dzsemesre kíváncsi vagyok. Ezzel a tószkenyérrel mi szoktunk olyat tenni, hogy magyaróval, és akkor valamilyen savanyú dzsem a tetejére. Még egy filmben láttuk azt, hiszem, aztán kipróbáltuk, és isteni finom, de nem tudom almával ez hogy működik. Nem gondoltam volna, hogy az almán jól fog mutatni a dzsem. De jó, amire pedig a leginkább kíváncsi vagyok, az ez a ilyen kis francia pirítós, egy kicsit extrázva, ilyet még nem csináltam, csak így gondolkoztam, hogy milyen reggeli, meg nasi ötlet kéne, és ez így beugrott, hogy hát akkor legyen ilyen, de ötletem nincs, hogy milyen ízű lesz. Instant karácsony, esküszöm. Tényleg jó. Írjátok meg, hogy nektek hogy ízlettek, illetve melyik volt a kedvencetek. Ez. Nekem egyértelműen ez volt a kedvencem. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogyha újak vagytok, ne felejtsetek el feliratkozni, ha pedig tetszett a videó, akkor jelezzétek egy lájkkal, és találkozunk meg közelebb is. Sziasztok!